Benne van a jelentésben, hogy kórházi fertőzést kaptam. Elég nehéz azóta így a, úgymond a hétköznapi élet. Kórházba kerültem hasi összenövésekkel, műtétre, hazaengedtek. Már én akkor jeleztem, hogy feszül a hasam, mire az volt a válasz, hogy a ragasztótól van. Itthon másnapra belázasodtam, 40 fokos lázam volt, az ügyelet azt mondta, hogy ez teljesen normális, mert intubáltak. Másnap szétnyílt a hasam itthon, bűzös, véres, gennyes folyadék ürült a hasfalból. Visszakerültem a kórházba, és akkor munkaképesnek nyilvánítottak úgy, hogy folyt még a hasamból a genny, és el kellett mennem másik orvoshoz, aki írt egy papírt, hogy kezeljék tovább a hasamat. Hogy az első, amit megkaptam, amivel nem lehetett fölvenni betegállományba, ezzel, és utána javították ki, hogy el tudjak menni egyáltalán betegállományba. Mivel steril kötözőjük se volt, úgy hordtak föl a sebészetről, meg innen-onnan kerül kötözőket, amivel ugye elkezelték, vagy nekem kellett vinni. A nővérke, az, amikor visszakerültem, ugye jött a hasamból ez a bűvözös folyadék, elkezdett velem kiabálni, hogy miért nem megyek el megfürödni, mert hogy milyen büdös vagyok, mint hogyha én tehettem volna arról, hogy elfertőzöttem. Egy hétig vénásan kaptam az agumentint, mire kiderült, hogy rossz gyógyszert kapok, mert a fertőzésre nem is jó ez a gyógyszer, és utána kezdtek el másik gyógyszerrel kezelni, egy hét után. Hát mióta megműtöttek, 2015-11. hó 25-től én végül is kijelenthetem, hogy munkaképtelen vagyok. Azóta dolgozni nem tudok, hát ugye ez lelkileg is meg mindenhogy befolyásolja az életünket, mert hogy anyagilag is, ugye az nagyon sokat számít, ami kiesik, ugye van egy 11 éves kisfiam, lakáshitelünk van, amit ugye törleszteni kell, és hát ahogy, bár ahogy szeretnék elmenni dolgozni, ugye ezzel a nyílt hassal nem vesznek föl sehová. Más kórházok elutasítanak, mivel nem ott abban a kórházban történt a műtét, ők nem nyúlhatnak hozzám, ezáltal visszairányítanak abban a kórházban, ahhoz az orvoshoz, aki a műtétet csinálta. Én a kórháztól kikérettem az összes papírt, ami a műtéti jegyzőkönyvtől kezdve mindent, mert az orvosom, a kezelőorvosom azt sem mesélte el, hogy mi történt a műtőben. Azt mondták, hogy egy ambuláns lapnak nem felel meg, a mentősök azt mondták, hogy ez nem záró jelentés, amit én ott akkor kaptam. Ugye ez 17.600 forintért adta ki a kórház ezeket a papírokat. Olyan szobában voltam, ahová olyan kismamák jöttek, akik ilyen genetikai vizsgálatra jöttek, akiket így hasba szúrnak, és megnézik, hogy ugye egészséges-e a magzat. És hát végül is én köztük voltam egy fertőzött beteg, hogy teljesen nem voltam senkitől elkülönítve, kismamákkal használtam egy fürdőszobát, és hogyha végül is a fertőzés veszély fennáll, várik itt bármikor megfertőzhettem volna ezzel én is, ahogy én elkaptam ezt a kórházba. 2015. november óta tart ez a hajcő, és hát még nem is lehet látni a végét, hogy mikor lesz vége, hogy mikor lesz egy orvos hajlandó megműteni, aki elvállalja magát a műtétet. És a kórház az ügyvédnek elismerte a fertőzést, hogy hibáztak, viszont a biztosítóval kell egyezkedni. A biztosító, ameddig nincsen független orvos szakértői vélemény, addig a biztosító nem hajlandó semmit fizetni. De hát ugye, mivel hogy rokkanyugdíjas lettem, 39.000 forintos nyugdíjból ezt én nem tudom kifizetni. Hát szeretném elérni azt, hogy ugye másokkal ez ne fordulhasson elő, mint velem, és hogy valami anyagi kártérítést ezzel kapcsolatosan, mert azért ez így az életemet nagyon megváltoztatta ez a dolog. Kórházi fertőzésekben évente többen halnak meg, mint autóbalesetben. Az ANTS nem tesz semmit. Küldd el a panaszodat, és érjük el közösen, hogy a hatóság kivizsgálja ezeket az eseteket.